Időről időre véradást szerveznek a városban, aminek az elmúlt időszakban rendszeresen a Grassalkovics művelődési ház ad helyszínt. Ilyenkor az egyik termet teljesen átrendezik, több asztalt állítanak fel, valamint a véradó ágyakat is ide helyezik ki. A véradók egy gyors vizsgálaton esnek át, ilyenkor például a lázukat is megmérik. A jelenlegi helyzetben kötelező a maszk használata is. Egy-egy véradási folyamat körülbelül 15 percet vesz igénybe. A véradás azért fontos, mert a vér csak vérrel pótolható, véradásra jelentkezhet 18 éves kortól egészen 65 éves korig mindenki, aki egészségesnek érzi magát. Feltétele, hogy minimum 50 kiló legyen az illető, és egy évnél régebben készített tetoválást például. Sebő Krisztina, a Magyar Vöröskereszt 60-i területi szervezetének vezetője elmondta, aki először vállalkozik véradásra, annak sem kell félnie. Egy kivizsgáló orvos egyénileg is megvizsgálja, hogy alkalmas-e véradónak. Hozzátette, nagyon fontos, hogy a véradás napján napszaknak megfelelően kell táplálkozni, és 1,5 liter folyadékot kell fogyasztani. Mindig szükség van vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz, különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia és transzplantáció során. Aki szeretne vért adni, az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tud tájékozódni, amelyen a véradást megelőzően 2 héttel megjelennek az időpontok.